Megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket. Köszönöm. Ismételten megkérem képviselőtársaimat, foglalják el helyüket, hogy folytatni tudják a munkánkat. Még tájékoztatom önöket, hogy ennyi szavazásra váró kérdést kell a mai napon eldöntenünk. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a jegyzők befejezték a név szerinti szavazatok összeszámolását. Bejelentem, hogy a T/ 3507 per 73-as számú ajánlás 85. pontját 47 igen, 268 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az Országgyűlés nem fogadta el. Most soron következik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés T/ 3359-es számon, az egységes javaslatot pedig T/ 3359 per 27-es számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kéz felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvitát a T/ 3359 per 29-es számoljánás első, második és harmadik pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, a záróvitát lezárom. Megkérdezem... Megkérdezem Szatmári Kristóf államtitkár urat. Kíván, nincs mire válaszolnia. Köszönöm. Most a módosító javaslatról határozunk. Kérdezem önöket. Elfogadják-e az Alkotmányügyi Bizottság módosító javaslatait az első, második és harmadik pontok szerint, amelyet az előterjesztő is támogat? Kérem, szavazzanak! Azért mondom, hogy figyeljétek, erőn megnézem, és nincs. És akkor kezdem el mondani, utána már nincs mese. Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 219 igen, 75 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlés. Elfogadja a T/ 3359-es számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint? Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a törvényjavaslatot 233 igen, 73 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványozta, hogy az Országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze a köztársasági elnöktől. Kérdezem önöket, hozzájárulnak ehhez? Kérem, szavazzanak! Az Országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 240 igen, 76 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztés T/ 3414-es számon, az egységes javaslatot pedig T/ 3414 per 28-as számon kapták készhez képviselőtársaim. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon, kész felemelés. Köszönöm, megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Most megnyitom a záróvitát a T/ 3414 per 36-os számú ajánlás 1-től 23-ig terjedő pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Gőgös Zoltán képviselő úrnak adok először szót. Parancsoljon, képviselő úrnak! Köszönöm, elnök úr, a szót! Tudom, hogy késő van, és nem is fogok hosszan beszélni. Én azt kérem a kormánypárti képviselőktől, hogy
a kompromisszum jegyében térjenek vissza az eredeti kormány által benyújtott javaslathoz a bioetanol jövedéki adójánál. Ha megnézik a módosító javaslatomat, akkor nem más ötlettel álltunk elő, hanem az eredeti kormányjavaslatot nyújtottuk be a szerintünk nagyon meggondolaton és egy ágazatot tönkretevő 50 forintos emeléssel szembe. Ne akarjanak kitolni a kis emberekkel, mindenkinek a lelkiismeretére bízom, hogyan szavaz, de nagyon gondolják meg, hogy engednek-e egy nagy multicég lobby erejének, vagy pedig megpróbálják segíteni ezt az ágazatot. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Kovács Tibor képviselő úr következik. Parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, bocsánat, hogy szólunk. De hát mondanunk kell, mert olyan dolgokat produkálnak ebbe a javaslatba is, ami egyszerűen elképesztő és elfogadhatatlan. Még akkor is, hogyha ilyen késői órán van, nem mi szerkesztjük az országgyűlés programját, önök szerkesztik, amiatt ülünk itt, mert önök így szerkesztik az országgyűlés ülését. Az ajánlással kapcsolatban azt szeretnék elmondani, a legelképesztőbb módosító indítvány az a 3-as ajánlási pont alatt szereplő indítvány. Néhány nappal ezelőtt, és itt szeretném fölhívni az egészségügyi bizottságban dolgozó képviselőtársaim figyelmét, hogyha nem vették volna észre. Egy hete küzdenek azért, hogy bevezesse az országgyűlés a népegészségügyi termékdíjról szóló szabályozást, azért, hogy úgymond egészséges táplálkozásra serkentsék a magyar lakosságot, és még némi adóbevétel is származzon belőle, mintegy 20 milliárd forint összegben. Mi akkor is azt mondtuk, hogy ez nem egy megfelelő megoldás, de tudomásunk volt arra, hogy emelni, mégpedig 3 lépésben emelni kívánják a dohánytermékek jövedéki adóját. Nem tudom, hogy észrevették a kormánypárti képviselő urak, ezt a javaslatot kiveszik most a csomagból, tehát nincs jövedéki adó emelés. Tehát az, amit tulajdonképpen a költségvetési bevételek pótlására kívántak elfogadtatni, és itt több alkalommal általános részletes vitába is több képviselő is érvelt mellette, hogy ez micsoda nagyszerű javaslat, és hogy fogadjuk el, most ezt egy tolvonással kiveszik ebből a javaslatból. Egészen elképesztő és megmagyarázhatatlan, hogy egyébként milyen indokok szólnak ezen javaslat mellett. De ugyanez elmondható arról, amit a Gőgös képviselő úr már itt elmondott az alkoholtermeléssel és fogyasztással kapcsolatban. Egy teljesen váratlan és utolsó pillanatban benyújtott képviselői módosító indítvány formájába többszörösére emelik a jövedéki adóját az etilalkoholnak. Ráadásul ezzel veszélyeztetik az egész ágazatnak a működését. 50-100 munkahely forog veszélyben egy ilyen törvényjavaslat kapcsán egyébként, amit persze nem nagyon indokoltak meg, mert itt a vitában nem igen beszélt róla senki, hogy mi az indoka ennek a javaslatnak. Egészen furcsának tartjuk, hogy annak ellenére, hogy van egy korrekciós fideszes képviselő által benyújtott javaslat, ami a korábbi túlzott emelést azért egy viszonylag konszolidált emelésé javasolja visszacsökkenteni, ezt tudomásunk szerint nem kívánja támogatni a Fidesz frakció. De hát beszélhetnénk itt arról is, hogy heteken keresztül hogyan élvertek amellett, hogy bizonyos idegen rendszámokat használók hogyan kerülik ki a magyar törvényeket, és hogy micsoda szigorú szabályozást fog a belügyminisztérium alkalmazni annak érdekében, hogy őket elkapják és megbüntessék. Erre fel ide beletesznek egy olyan javaslatot, hogy hát ha kedve szottyan az illetőnek, és mégiscsak magyar rendszámot kér az autójára, akkor neki nem kell csak a felét befizetnie annak az adónak, amit különben minden rendes magyar állampolgárnak meg kell fizetnie. Hát ez megint csak egy érdekes momentum, nem beszélve arról, hogy csökkentik azoknak a gépjárműveknek az adóját, amelyek pontosan a legmagasabb kategóriába tartoznak. Ez megint csak nyilvánvalóan a alacsony jövedelemmel rendelkező állampolgárokat segíti és támogatja. Nem tudom, kérdezem önöktől, kormánypárti képviselőktől. Önök tisztában vannak azzal, hogy mi van ebbe a 23 pontos csomagba?
Én úgy gondolom, hogy a többség nincs tisztában, de legalább most elmondjuk önöknek, vagy a sajtó fölhívja majd holnap a figyelmüket arra, hogy miket akarnak itt ebben a szavazásban megszavazni, és kiket akarnak nehéz helyzetbe hozni. Mi mindezekre tekintettel nem tudjuk támogatni ezeket az indítványokat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Seirin Gábor képviselő úr következik, de mielőtt megadnám a szót, tájékoztatni szeretném a tisztelt házat, hogy a forgatókönyvből még körülbelül 110 oldal van hátra. Seirin Gábor képviselő úré a szó. Köszönöm szépen. Egy ritka pillanat ez, ami ritka pillanat, ugyanis az történt, hogy a kormány, amelyik a kormánypárti többség, amelyik eddig bár nem bátran és nem nyíltan, de egyértelműen kiállta az offshore lovagok mellett, és támogatta eddig Rogán Antal képviselőtársamnak azt a módosító javaslatát, mely adómentessé tette volna az offshore társaságok jövedelmét, és ezzel kiskaput nyitott volna az offshore lovagok előtt. Az most meghátrált, és úgy fest, hogy legalábbis átmenetileg 2012 végéig még adómentességet élveznek ezek az offshore jövedelmek, de utána talán az LMP által kreált felháborodástól megijedve minden esetre kihátráltak ebből a javaslatból. Történt ugyanis az, hogy még másfél hete, nem is olyan rég, Rogán Antal képviselőtársam által benyújtott javaslatot egyértelműen támogatták, név szerinti szavazást kértünk, támogatták azt a javaslatot, amely megnyitná ezt a kiskaput az offshore-ok előtt, akkor kiadtunk közleményt, majd hát személyesen avattam Rogán Antal képviselőtársam alter egóját offshore-lovaggá, ez eléggé látványosan bejárta a médiát, aztán utolsó kétségbeesésemben nyílt levélben fordultam Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, bízván abban, hogy csak azért támogathatta a kormánypárti többség az offshore lovagok világát, mert a miniszterelnök úr figyelmét elkerülte az, hogy mire is készül az általa vezetett pártszövetség képviselői mire készülnek a parlamentben. Úgy látszik, hogy ez az akciósorozat ez meghozta a gyümölcsét, és vettek egy 180 fokos fordulatot, és hallgatva az LMP-re, mégsem kívánják teljes mértékben adómentessé tenni az offshore jövedelmeket. Én azt gondolom, hogy ez egy helyes út, azt gondolom, hogy ez egy jó út, ugyanakkor tovább kellene ezen az úton menni. Továbbra sem látom azt, hogy mi értelme lenne annak, milyen racionális, vétető és az állampolgárok számára elfogadható indok lenne arra, hogy a 2011. év végéig tartó adóamnestiát azt a 2012-es év végéig kiterjesztik, és 2012 végéig továbbra is adómentesek maradnak az offshore jövedelmek. Én értem, hogy önök úgy gondolják, hogy ezáltal hazánkba vissza lehet csalogatni az elvándorolt offshore lovagokat. Mindazonáltal én azt gondolom, hogy azok az offshore lovagok, akik jobb belátásra térve mégis úgy döntöttek, hogy visszatérnének hazánkba, azoknak bőven volt idejük a 2011-es évi egyévnyi adóamnestia alatt, hogy ezt a döntésüket meghozzák. Nem érzem azt indokoltnak, hogy ezt az adóamnestiát 2012-re ki kellene terjeszteni. Mindazonáltal én üdvözölni tudom, hogy megfogadták az LMP javaslatát, és hogyha nem is a mi zárószavazás előtti módosítónkat támogatták, de egy hasonló tartalmú zárószavazás előtti módosító javaslatot terjesztettek be önök is, csak arra biztatnám önöket, hogy menjenek tovább ezen az útvonalon, illetve hát nagyon várom majd a következő év végét, és hogy akkor majd egy hasonlóan elegáns eljárás keretében esetleg meghosszabbítják-e majd 2013 év végéig a moratóriumot az offshore lovagok számára. Remélem, hogy nem lesz majd így, és remélem, hogyha más nem, akkor majd a nyilvánosság előtti akciók majd jobb belátásra térítik önöket akkor is. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Rogán Antal képviselő úr következik. Köszönöm szépen a szót.
Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tekintettel arra, hogy az idő előre alatt nem akarok nagyon sokat szólni, de két dologhoz mindenképpen szeretnék. Az egyik Kovács Tibor képviselőtársam itt az előbbiekben arról beszélt, hogy, és ugye ezért illik az árószavazás előtt, az áróvitában egyébként a beadott módosítókról beszélni. Én itt arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy egy regisztrációs adót ebben a törvényben a parlament felfelé egyes semmilyen formában nem módosít. Sem zárószavazás előtti módosítóban, mert ilyen nincs beadva, sem megszavazott módosítóban, sem törvényszövegben. Kizárólag a használt autókra vonatkozó adótételek némelyikét csökkenti. Nem növeli, hanem csökkenti. Tehát Kovács Tibor képviselőtársam momentán itt egyáltalán nem mondott igazat. Ezt a többi képviselőtársamnak szeretném elmondani. Másrésztről volt egy olyan a zárószavazás előtti módosítók körében pedig len a külföldi rendszámra való áttérésnél a 4 hónapra korlátozott amnesztiás lehetőségek körét nem bővíti, hanem szűkíti az a javaslat, amiről most a parlament dönteni fog. Tehát bizonyos értelemben ez is megfelel az ő szándékának, de nem felel meg azoknak a szavaknak, amelyeket itt az előbbiekben elmondott, mert pont az történik, amit ő elvilegben kifogásolt. Másrészt pedig, tisztelt képviselőtársaim, szeretnék erről az offshore dologról is két szót mondani. Most mondhatnám azt persze, hogy megrémültünk attól, hogy mikor következik az, amikor Sirén Gábor képviselőtársam esetleg versben fogja elmondani az aggályait, és ezt megelőzendő hoztunk zárószavazás előtti módosító indítványt, de természetesen erre azért kerül sor, mert azt az első pillanat